Tehát az egyik tanítványom hozta nemrég, hogy a lánya vásárolt, hogyan szüntessük meg a szerelmet 30 nap alatt. Érdekes pszichológiai segítőeszköz, amely a benne levő könyv segítségével, mint mondtam, naponként ad feladatokat, majd a negatív érzelmeket áthelyezzük erre az aranyos kis plusz figurára. A szerelemnek múlnia kell. Ha múlik, akkor fájnia kell. Hát erről szól most a kis hozzászólásom a dolgokhoz, döbbenetes, amit okoz, egy szakítás. Azok a kezdeti boldogsághormonok, mint oxitocin, szerotonin, dopamin és itt tovább, amely az egekbe repít bennünket, egyik napról a másikra megszűnnek, ha megszűnik szerelmünk tárgya, a másik személy. Ez hatalmas trauma. Ennek megvan a maga élettani, és sajnos kor élettani következménye is. Először is megjelennek az úgynevezett stresszhormonok, a mellékvesékünk is hatalmas mennyiségű hormon dob ki, megváltozik a cukoranyag csereháztartásunk, megváltozik az idegrendszer állapotunk. És minél tovább szenvedünk a fájdalomtól, mindezeknek lesz korai, majd későbbi szövődményei. És mindez a szakításnak, a szerelem elmúlásának köszönhető. Bódott nagy mennyiségű glukokortikoid, jaj, nem kell megijedni itt a latin kifejezésektől. Lényeg, Egyértelműen tönkre vágja a cukoranyagcserénket, és hosszú szenvedés után, a szakítás után sajnos előfordul, hogy megjelenik a kettes típusú cukorbetegség. Nem beszélve arról, hogy hogyan próbáljuk megídesíteni a szakításnak a keserű ízét, úgyhogy nassolgatunk. Nyak megy, bombom megy, zserbó finomság, cukrászda, hatlapos, rigó, jancsi, hadd ne soroljam egyik finomabb, mint a másik. És létrehoztuk magunknak a kettes típusú cukorbetegséget. Az eleve gyenge pontjaink ilyen szakításkor betegséggel, tünetekkel válaszolnak, például van, akinél ekkor megjelenik, vagy felerősödik például az allergia, ami 5-6 éve nem is volt. Ekkor történik meg az 5-6-8 éve már teljesen szunnyadó asztmatikus tüdő probléma is még megjelenik. És még rosszabbat mondjak, mint nagyon jól tudjuk, a stresszel kapcsolatban van például a és különböző bőrbetegségek, ekcémák, amelyek stressz helyzet hatására jelennek meg, mint, lásd, a szeremes ebbennek a szakítása. Másnál a leggyengébb láncem, az a gyomorbéltraktus. Azt mondjuk, hogy összeszorult a torkunk, egy hangot nem tudunk kimondani. Az, hogy elment az emésztésünk, de még rosszabb, hogy a stressz rámehet a bélrendszerünkre, és ezt úgy hívják, hogy irritábilis bélszindróma. Görcsökkel, alasi fájdalmakkal váltakozó erőségű hasmenéssel jár, minél tovább tart, megváltozik a bélflóra összetétele is. A végső eredmény, hogy az irritábilis bélszindróma 1-2-3-4 hónap után átmehet akár fekélyes Bélbetegségben is. A konkrét testi betegségek mellett megjelennek kényszermozgások, kényszertevékenységek, például az állandó kaparásása, a bajusz kitépése, a hajszáráncigálása, valakinél komoly kiborulásokat, urambocsá, depresszió mellett, akár öngyilkossági kísérlet és megvalósításához is eljutunk. Nem szabad. Egy hónapot, két hónapot, fél évet, egy évet, két évet várni, a fájdalmat meg kell szüntetni. És ezért volt számomra érdekes, amikor az egyik tanítványom behozta ezt a kis ajándékot, amit a lánya vásárol, felejtsd el 30 nap alatt. A benne levő útmutató kis könyvecske végül is azt mondja el önöknek, hogy hogyan kell napról napra leépíteni, lebontani azt a szerelem várat, ami volt, de ami már nincs. És az utolsó tégláig le kell bontani, az utolsó lapig el kell olvasgatni. Hogy miért működik ez, hogy a plüsmacit alkalmazzuk? Kedveseim, nagyon jól tudjuk, hogy a szerelem az mindig a saját szerel szerelmünknek a kivetítése a másik emberre. A Szerencsétlen másik ember nem is tudja, hogy ő a szerelem tárgya, és mivel minden érzésünket rávetítettük, kivetítettük, ezért őrült nagyok az elvárásaink. Ezért a szakítás esetében ezeket az érzéseket, amely most már negatív érzés, át kell testálni, át kell sugározni egy másik tájdra, zárójebe, nem a volt személyre, a volt szerelmünkre, hanem egy ettől független ö, objektív tájdra, lást plus, és Ekkor szabadulunk meg a saját szenvedéseinktől.